Szombaton a búcsúi szentmise után Pápai Zsolt fotográfus Erdélyben készült képeiből nyílt kiállítás. Jótékonysági orgona és gordonka koncertet is adtak, ahol korai barokk művek csendültek fel. Hírek következnek röviden. A szombatesti ünnepi szentmisét dr. Cserháti Ferenc esztergom budapesti segédpüspök celebrálta, aki egyben a külföldön élő magyarok lelki gondozásával megbízott püspök is. Ő nyitotta meg Pápai Zsolt erdélyi képek című kiállítását. A fotográfus véletlenül került ki Erdélybe, nem is gondolta, hogy ott képeket fog készíteni, de olyan élethelyzetekbe került, amiket meg kellett örökítenie. Az én látásmódom fotográfiailag a dokumentalista, és ilyen, hogy mondjam, az emberek a saját környezetükben azt szeretem én nagyon ábrázolni, fotózni, és amikor Erdélybe kikerültem, megfogotta az embereknek a szeretete, hogyan fogadtak minket, az egyszerűségük, a tisztaságuk, a fájdalmuk, ami végül is sajnos ez megvan nekik, és az összes képben valahol ezt éreztem visszatükröződni. Hencel Szabolcs plébános arról beszélt, hogy szerte a világban vannak magyarok, és vannak olyan magyarok is, akik nem önszántukból szakadtak el Magyarországtól, de a magyar gondolat mögött mindig van egy fény, egy bátorítás, összekötő szeretetszálak, amik olyan nemzetté tehetnek bennünket, ami egész Európának fényt tud adni. Amikor rápillantunk ezekre a képekre, jusson eszünkbe az a fény és az a világosság, amely nem mögött ott van. Mert minden sötét árnyék mögött ott van egy fény, aminek kell, hogy legyen egy árnyéka. És ugyanígy a magyarságunk egén is van egy fény, amely megvilágít mindjárt. Az erdélyi képeket május 25-ig megtekinteni a Szent György plébánia folyosóján.